beszélünk. Ez gyakorlatilag ez a digitális mozinak a fejlődés anyaga, viszont ECP-nek is szokták nevezni. Ugye régebben gyakorlatilag fintekelcsenként kerültek a mozik, a filmek a mozikba. Egy tekercs az 1300 méternyi filmnyersanyag volt, ebből 5-6-7-8 tekercs volt tipikusan egy film. Ennek természetesen mind a printnek az előállítási költsége az jelentős, mind a szállítási költsége, és hát méretét tekintve. Egy-egy világpremiér esetén, nem tudom, ez több ezer printet jelentett. Ezt cserélték le gyakorlatilag a digitális mozival egy darab USB drive-ra mozinként, gyakorlatilag természetesen újra hasznosítható, illetve esetenként maga a drive is fölösleges, mert online, egy dedikált szatellitlinken vagy interneten továbbítható maga a mozicsomag. 2002-ben jött létre egy ilyen DCI nevű LLC, a Digital Cinema Initiatives nevű, hát nem cég, nem tudom, társaság, ami gyakorlatilag az összes hollywoodi nagy stúdiót tömörítette, ők specifikálták le gyakorlatilag a digitális mozinak a szabványát. Az első, az 2005-ben jött ki az első verziója, majd amikor, nem tudom, a 3D-s mozik elterjedtek, akkor 2007-ben a 3D-s sztereoszkóp formátumot is ledefiniálták. Mai napon az 1.2-es verziónál tart, ez a legutolsó. Hogy néz ki ez a mozicsomag? Ez gyakorlatilag durván egy 10 darab fájl. Maga a média, a videó média, az egy MXF formátumban található, az MXF-ek nagyon sok különböző variációja létezik. Ez, amiben most szállítják a médiát, az egy Opatomnak nevezett variáció, ami belül maga az Essence egy veszteséges Hyper 2000-es film szekvencia, kép szekvencia. Ezt vizuálisan veszteségmentesnek is szokták nevezni, mert magához az eredeti nyersanyaghoz képest a rögzített, akár filmen, akár digitálisan rögzített nyersanyaghoz képest a tömörített verziónak nincsen igazából látható különbsége. Ezek csatornánként 12 bites, szinterét tekintve pedig XYZ-ben van eltárolva. Maga a mozicsomag az két felbontásban szokott most a mozikba kerülni, az 2K-s, illetve 4K-s felbontásban. Magában a csomagban mindig a 2K-s esetén a 2048x1080-as felbontást található, a 4K-sban pedig a 4096x2160-as. Attól függően, hogy milyen képarányjal vetítik, ettől függően magából az eredeti verziónak mindig csak egy részét látjuk. A flatnél 1,85, a scope-nál meg 2,39 a képarány. Emellett az új, hát nem annyira új, de hogy a 3D-s formátum esetén meg gyakorlatilag ugyanúgy tárolják, ahogy a 2D-s formátumot, csak a bal és jobb szemet az felváltva tárolják az MXF fájlban. A bit rátája az gyakorlatilag 250 megabitben van maximalizálva. Az audio szintén egy MXF konténerben található, gyakorlatilag rélenként tárolják magát az audiót, ezek ilyen virtuális rélek, ezek a filmes időszakból maradtak. Igazából több nyelvi változatot is tartalmazhat gyakorlatilag maga a mozicsomag, ez esetben több audio MXF fájl található benne. Van egy halom XML fájl, ami gyakorlatilag magát a digital package-nek a lejátszását segíti. A legnagyobb előnye többek között a költséghatékonysága mellett az, hogy maga a szabályozhatósága az nagy, tehát hogy maga a tartalomnak a tulajdonosa az jól tudja szabályozni, hogy ki és hol játszhatja le. Maguk a tényleges eszenszek, az audio meg a kép az a SNK után, és egy KDM-nek nevezett licenszet küldenek hozzá gyakorlatilag minden egyes mozi szerverre, ami lehetővé teszi, hogy ezt a package-et lejátsszák a későbbiekben. Ez a package tartalmaz, hogy a KDM tartalmaz egy korlátot mind időben, mind az eszközre, mind a lejátszóhoz konnektált projektorra.
magát a fizikai megjelenés az nagyjából egy USB drive, ez a CRU-CX115-ös drive, ez egy ilyen elterjedt drive, amit a katonaságtól vettek át, és most a digitális mozi csomagokat szállítják ezen, a Linux-os fájlformátumban, a X2, X3 fájlrendszer van rajtuk, és az esetek egy kis részében online továbbítják a nyersanyagot. Viszonylag ritka, általában főként azért, mert az utolsó kilométerek a mozihoz azok drágák, tehát nincs olyan sávszélességük, hogy 250 megabites anyagot le tudjanak tölteni. Ezek pedig a webcímek, igazából maga a DCI szabvány, a DCI Movies-on található, az ASDCP pedig az egy DCI által támogatott library, ami lehetővé teszi, hogyha neked készen vannak az eszenszeit, akkor gyakorlatilag mindenki tudjon csinálni, szoftvergyártók természetesen, digitális mozi csomagtámogatást a saját szoftverükben. Azt hiszem talán ez volt az 5 perc. Igen. Leandro a specifikáció, de ez mennyire nyílt szabvány, mennyire tudok én adott esetben otthon csinálni egy olyan pendrive-ot, amit bedugnak és a moziba levetítenek. A kérdést meg tudod ismételni a felvételt? Hát az volt a kérdés, hogy ez mennyire nyitott szabvány, illetve mennyire lehet ezt otthon barkácsolni magunknak egy DCP mozi csomagot. Abszolút lehet, most már azért viszonylag olcsó szoftverek is vannak erre, de hogyha a nehezebb utat választod, akkor elolvashatod a, nem tudom, 600 oldalos specifikációt. Ez nem egy szabványhivatal, tehát ez nem az SMPTE, hogy neked fizetned kell azért, hogy szabványokhoz hozzájussál, ez egy specifikáció, amit szabadon elérhetővé tettek. Ha nagyon sok idő van, akkor gondolom többé valahogy le is fejlesztheted, de ebben a library-vel pedig gyakorlatilag viszonylag rövid idő alatt parancsori eszközökkel elő tudsz állítani egy mozi csomagot, hogyha magukat az eszenszeket, a JPEG enkriptet, vagy a JPEG inkódolt nyersanyagot azt már valahogy sikerült előállítani. Azt jól értettem, hogy a képek azok egymástól teljesen függetlenül vannak kódolva, tehát azt tartom elítési... Nem, mert ez a JPEG 2000, ez gyakorlatilag kép frame-enként van. Tehát a frame-eknek az egymáshoz való hasonlósága nincs is kihasználva, amit is volt. Nincs a kihasználva. Igen? Itt van egy. Ezen mennyire kemény a DRM és mióta van megtörve? Folynek van-e törve? Fel tudja, nem tudom, hogy törték el, nem hiszem, hogy nagyon törnék, igazából hát csak... viszonylag kevés ember fér hozzá. Amik kikerülnek filmek, azokat általában felveszik, tehát ők kerülnek a moziba és ezt rögzítik. Van is egy ilyen feature magának a Cinema Playernek, hogy maga a content tulajdonos az eldöntheti, hogy engedje olyan eszközön lejátszani a filmjét, amin nincs ilyen marking, amivel esetleg utána vissza lehetne keresni, hogy melyik eszközről rögzítették a filmet. Illetve a minőségről van még kérdésem, hogy így a 4K kontra 30 kontra rendes tekercsnél a minőség már összehasonlítható? Tehát, hogy a 4K az van olyan jó, hogy nem látja az ember a különbséget közt meg a 35 mm, nem 35 mm, amit én... A 2K-nál se látod igazán. A filmeket nagyjából 4K-ba szokták, tehát kétfelbontásba szokták szkennelni. Ha gyorsabban akarod és kevesebb pénzed van rá, akkor 2K-ban, illetve szokták 4K-ban, és akkor azt taszkirelik, lefilterelik 2K-ban. Van nyilvánvalóan valamennyi különbség közte, de nagyjából ez a 250 megabit, ez egy olyan adatráta, amit igazából nem érzékel az emberi szem. Még ennél kevesebbet sem, tehát már az is nagyon kevés, hogy valaki nem tudom, a 8 meg a 10 bit közötti különbséget meg tudja mondani. Az is már egy ilyen, nem tudom, gyanús, hogyha valaki azt tudja, azt mondja, hogy látja, de ezek még ráadásul 12 bitesek. Utána, sörözés közben. Jó, köszönöm.